Ez egy kitüntető ajándék, dr. Povázsai Éva drága barátomnak az ajándéka, ami valóban nagyon meghatott engem. Bár ezek bivajok, de ennek a története és illetőleg az ő indítéka az nem volt más, mint ahogy Bartók leírja, hogy felvitettem ökrös szekérrel egy zongorát Gerlice pusztára. És az előtörténete pedig ennek az, hogy a kiváló kollégáimmal, akivel készítettük a Gyökerek című Bartók filmünket, itt ennél a kerekasztalomnál hánytuk meg, vettük, hogy hogyan kéne tulajdonképpen hozzákezdenünk ehhez az anyaghoz, mert hát ugye kicsikét a szénak az a gombostű viszony alakult ki, és legalábbis ez tűnt először a szemembe. És itt egy könyvet hagytak véletlenül, ami Bartók leveleit tartalmazta, és ezt szépen elkezdtem lapozgatni. És egy pillanat alatt ott volt a szemem, hogy felvitettem ökrös szekérrel egy zongorát Gerlice pusztára, és azt mondtam, hogy te jó Isten, ez az. Másnap, mikor megint meglátogattak engem a kollégák, és dolgoztunk a vázlaton, akkor szinte szemrehányóan mutattam nekik ezt a passzust, hogy ezt miért nem mondtátok nekem. Megnézték, micsodát ezt. Felvitettem ökrös szekérre egy zongorát Gerlice pusztára. Ennek nincs semmiféle zenei jelentőség. Lehet, de nekem meg ez a kép. És azzal a képpel én sokkal többet tudok elmondani, mint hogyha fecsegnék itt, nem tudom mennyi időn keresztül különböző mondatokat fűzve. És amikor készen lett a film, és hát elkezdte a pályafutását, ahogy ez illik, és ma megjelent a DVD, és akkor egy alkalommal a Povázsai doktornő beállított egy nagy dobozzal. Nem tudtam kitalálni, hogy mi van benne. Mondta, hogy majd ha elment, akkor majd bontsam ki. Hát kibontottam, és ezt találtam ott, ami egyszerűen lenyűgözött, mert ilyen csodálatos baráti gesztus már nagyon-nagyon régen éltem meg, annyira adekvát, annyira értette, hogy mi volt, mert hát végig is kísérte a filmnek a készítését, de hogy ez nem véletlen, amikor a múlt esztendőben kim voltam, és volt ez a retrospektívem a Valencei Kafoszkari Egyetemen, akkor egy plakáttal fogadtak engem, ami szintén megható volt. Mert a Giovanni Morelli úr, aki ennek a Kafoszkari Egyetem zenei osztályának és fakultásának a vezetője, ő applikáltatta a grafikussal ezt a jelenetet, amikor egy ilyen ökrös szekér megy fölfelé, a vadonba, a természetbe. Azért, hogy abból a természetből valami fantasztikusan lényeges dolgot tudjon kihajtolni egy olyan zseninek az elméje, mint Bartók volt. Úgyhogy nem véletlen, hogy ez mint egy idős hölgy, aki már csak az emlékeiből él, és állandóan porttörlővel sepereget mindenfelé. Én csak ezt szoktam egyébként egy kicsikét, hogy ne legyen poros, mert nagyon-nagyon örülök ennek az ajándéknak, és ez annyi mindent szimbolizál nekem, annyira mindent jelent, hogy csak meghatottan tudok erről beszélni.